kezdhetjük is a játékot talán. Viszont mindenki redünk, hogy indítjuk is. Ott innom a pálya. Forszőzetnek jó kedvez a pálya, de a szízs tankoknak is nehéz harmadikat expelni, de lehet, hogy talán a játékosoknak is már késő van, és szeretnénk gyorsan elrendezni ezeket a... Hát igen, lassan tényleg eljük azt a létszámot ezekre a versenyeken, hogy két okossá kell tenni. Vagy előbb kezdeni őket, ja. Igen, csak ezt nehéz megoldani, hogy előbb kezdjük. Na tehát akkor Cloud Kingdom, jobb felső sorokban kék színben továbbra is Igébát Terránként, a bal alsó sorokban pedig narancsága színekben Krúzó Protossként, aki jelenleg 1-0-ra vezet, tehát két győzelemre van attól, hogy megnyerje a mai ST2 Core Gold döntőjét. Így van, és ezen a pályán elég közel vannak egymáshoz, úgyhogy nem csodálkoznék, hogyha Krúzó megint bepróbálkozna egy ilyen 1-biz all-innal, de talán most már a Terrán számít rá, hiszen az előbb is porul járt. Hát csak nem feltétlenül ugye a taktika. Hát eddig hasonló, bármi lehet. De most ez igazából csak egy fájlom. Terrán elrakják a fájlom, ebből akármi lehet. Így van. Még ilyen korán nem szabad megítélni, megint korán elmegy deríteni, viszont ami Terrán azért hasznos, mert még nem tud befalozni. És ő is elmegyődik, ugyanaz történik, mint az előbb. Hát, meglátjuk. Azért Goldon még hajlamosak ugye azt a taktikát legyomni 3-4-szer egymás után. Ja, lehet bejön, lehet, hogy a Terra nem tanul az előzőből, és megint beszívja ugyanazt. Minden esetre most megint géttel kezdett. Egyelőre teljesen zsír ugyanaz, mint az előző meccs. Szépen Krúzó felderíti a terepet. Egyébként elég erős volt az a hús, tehát igen, az deríteni kéne, hogy... Az húsos volt. Nem tudom, hogy talán tankok kell lennének, hogy azt megfogja, hogy még több mara újra, de hát... Egy-két szízs tankot lett volna high groundon, akkor nem implor rámpán szerintem. Az biztos, hogy azt nem engedheti meg magának azt a korai. És most még időben is elküldi a dolgozókat a gázról. Hát akkor lehet, hogy korábban fog érkezni a hús. Viszont most a Terrán ott tartja az SC-t, hogy lássa, mi történik. Igen, viszont most a Cyberport helyett egyből Zelotot csinál, és a Zelotot realista az SC-re, ami elég nagy ügyeség. Az SC körbe kutya a Zelotot 6-szor. Szerintem szeretné, hogyha nem látna semmit a Terrán. Itt közben leszették a próbot, ahogy az nézem. Igen. A második gáz is épül, a Cyberport. Szerintem ugyanaz lesz, mint az előbb. És mindig megvan ez az SCV. És hát az előtt hiába rohangáltál, de teljesen felesleges állítani, mert soha nem fogja utolérni. Annyi terét azért, hogy elkergette, de szerintem a Szernagánál meg fog állni, ami azért jó. Ez egész, tehát abból jön. Aha, tényleg. Ez azt jelenti, hogy talán korábban hozza az Immortals. Először Observert az ott az előtt is. Igen, nem egy hasonló push lesz, csak több Immortallal. Ami nem feltétlenül jelent hátrányt, inkább előnyt. Most is Marauder-t hoz a Terrán, és nem expel. Nem készít CC-t. Az előző meg sem pedig már hozta. Igen, szerintem jobban fel akar készülni most a támadásra. Szerintem sejti, hogy ez fog történni. Na, és minden jel erre utal, hiszen ott a proxy pályon. De hát még egy talán kicsit korai is, és ez a Marauder talán kiszúrta. Nem látja még. Bőven nem. Mi történik? Közben újabb két G-t készül. Újra 3 G-t a dobból, nem. Az szerintem mixtape volt. Na, belassítja saját magát. Minden esetre még mindig nem expert ki egyik játékos sem. És kész az első Observer, ami el is indult, és Immort jött egy játékomat, lelassza a gépet, hogy az előző Observer hiba volt. Ez két Marine alaposan megpróbálják fogni a mapot.
Kiszúrt ezt púzó, és egyből rá is állította Marinokra az Observert. Nem látok sok esélyt, hogy most kiexport el ránt. Nem igazából az Ace Delta intézte volna, amiket lehet szóljon. És ott egy Marunder is. Ha már azt is ment volna velük, akkor már lehet, hogy jobb a sírja a dolognak. Visszaviszi őket, és nem gyártja. Most kezdte az Immortal gyártani. Lassan elkészül az utolsó gét is, amit kell ez a támadáshoz. És kiexpert, már megint kiexpert a Terran, ami azt jelenti, hogy nem lesz megint pénze védeni a támadás, viszont most ő támad, mint hogyha ő lenne az agresszív. Hát de nagyon kevés egységgel próbál agresszívra tenni, igazából Marauderek van öreg, de Conquesting nélkül Marauderek így gyenge. Viszont most lerakja a pályant húzó, úgyhogy lehet, hogy ő is expelni fog később. Hát nekem az ilyen Immortal Sentry valónak tűnik, ami Zerg ellen tök jó, de hát franc tudja mennyire. Hát mondjuk feljött az előző is. Szoktam, de Robotics most ez tudja, ami nem feltétlenül elényes. Igen. Meg nem is ide kéne már barkolni a sereket akkor, hanem ide. De lehet, hogy csak most védelemnek hagyja ott, hiszen látja, hogy nagyon mozgódás a pályán. Hát legalább a szellagáját kitakaríthatná. Lehet, hogy most ezt meg is teszik. És elindul. És mindenről most időbe fog tudni a Terrán. És nem is a szellagára megy, viszont így valószínűleg ez a tisztában van. Hát így van. Bőven. És hazamegy védekezni most a Terrán játékos, mindezt látja természetesen Kúzó, hiszen ott van az Observer. És most jobban áll, még mindig Kúzó. És most levartott még kis Stalker. Nagyon szép force field kell, hát visszamenekült az összetett volt. Igen, letette a bombokat, és nem kerekül jönni. Szépen a force field az is, SC-eket letette, és ez így megint be fog jönni. A Zimmok annyira eljöttek az elején, hogy nehéz nem menekülni. Igen, át is megint be. Nincs egységes. Ezzel nem tud mit kezdeni a Terrán. De nem is ott kéne kapcsolítani, nem is kéne sorolok. Megjött az utánpózás és három Stalker személyében. Fogja fel a falat. Ez most simán kibontja az ember. Kibontok, szét megtettem. Hát ezt megint nem sikerült megfogni. Hát ez már nem elkeseredett. De figyelj kicsit mikor, hogy fél nem beszorolni ennyit ellen egyszer közé. Bár az nem ártana. Hát az Immortal nem tudjuk kezdeni rá. Ez ennyi. Semmi dolgozja nem maradt a Terran. Nem, GG. Ha, ha, ha. Pedig a Terran kell se GG ott is van. Igen, pedig most sokkal több információja volt. Tudta előre, mikor érkezik, tudta, látta, hogy mi fog történni. És egyszerűen nem készült fel rá. Megint kirakta próbált, az expert. Próbált. De kirakta az expert is. Az 400 minerál, az bármi más egységi lehetett volna.